5 nap az új délvidéki magyar film jegyében. Kis- és nagyjátékfilmet, valamint dokumentumfilmeket mutatnak be a közönségnek. Így ünneplik a Vajdasági Magyar Mozgókép napját. 2 játékfilmet látunk, 1 rövid játékfilmet, 2 fiatal debütáns alkotótól, és 1 hosszú játékfilmet, amit a Tolnai Szabolcs készített, az Erdő című játékfilmet, emellett 4 dokumentumfilm is lesz látható, abból 2 portréfilm, a másik 2 pedig, hát mondjuk tényfeltáró dokumentumfilmek. Pénteken Siflis Zoltán Örvényben című dokumentumfilmjének üsbemutatójával kezdődik a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja Szabadkán, a Livka Sándor Ártmoziban, este 7-kor. Ugyanezt a magyar kanizsai közönség is láthatja szombaton a Művészetek Házában, szintén este 7-kor. Goretich Péter Menni vagy nem lenni című kisjátékfilmét magyar kanizsán pénteken 6-kor, Szabadkán szombaton 7 órakor, Zenten pedig az Alkotóházban, hétfőn 6:30-kor tűzik műsorra. Tolnai Szabolcs az Erdő című nagyjátékfilmje szintén 3 helyen látható. Magyar Kanizsán pénteken 7-től, Szabadkán szombaton 7:30-tól, Zentán pedig hétfőn 7 órakor. Fejős Csilla kútfúrás, avagy Kincskeresés másképp című dokumentumfilmét szombaton Magyar Kanizsán, kedden pedig Zentán vetítik, mindkét helyen 6 órakor. Bicskei Zoltán 2 dokumentumfilmje is moziba kerül. A Rövid utazás Kunkovács Lászlóval címűt Szabadkán vasárnap este 7-kor, a Rajtam keresztül portréfilm Somogyi Győzőről címűt pedig Zomborban, a Magyar Polgári Kaszinóban szintén 7 órakor láthatja a közönség. A Pannon Televízió a művek többségét kedden esténként 8:30-tól mutatja be, és az alkotókkal is beszélgetünk.